Gábor, mi történt csütörtök este a második elődöntő alatt? Hát az történt, de ez negyed órával az adás előtt zárult ez a történet, negyed órával az adás előtt jött vissza a vonal a Budapestre, hogy se nem Budapesten, se nem Bécsben volt a probléma, hanem ugye a kettő között van egy nagy szolgáltató cég, ugye itt a telefonos cégben kell gondolkozni, csak nem akarok erről beszélni, mert nem tudom. És az a lényeg, hogy ugye van egy ISDN vonal, ami ugye hifi hangot szolgáltat. És ez az ISDN vonal, ez valamiért tönkrement. Fogalmam sincs, ha valószínűleg elmondanák, akkor se érteném. És az a lényeg, hogy negyed órával az élő adás előtt ezt az ISDN vonalat már nem lehetett helyreállítani, hanem helyette egy ilyen, hát most már egy idejét múlt telefonvonalat tudtak helyette beállítani, és akkor ezen az úgynevezett telefonvonalon kellett közvetíteni, és ezért volt rosszabb a hangminőség, úgyhogy elnézést kérünk mindenkitől, másnapra megjavították ezt a vonalat. Akkor most beszéljünk arról, hogy neked mennyire különböző ez az idei Eurovízió, tehát hogy azért, amely elég rég közvetíted, van-e valami olyan, ami miatt ez más? Én azt gondolom, hogy, és másoktól is ezt hallottam vissza, tehát nagyon nem tévedhetek, hogy azt gondolom, hogy ebben az évben sokkal, sokkal magasabb a színvonal, mint volt a korábbi években. Sokkal több jó dal van, és sokkal több olyan énekes van, akire az ember fölkapja a fejét, hogy húha, milyen hang jön ki ebből a torokból. Ez a korábbi években kevéssé volt így. Talán azt kell mondjam, hogy talán valamilyen módon változik ebből a szempontból is az Eurovízió. Jó néhány évvel ezelőtt minden másik produkció egy hosszú combú lány volt, akit ügyesen megcsináltak, szép cicie volt, meg popsia, meg ilyen, és valamit még énekelgetett is. Ma már ilyen nem jellemző, van egy-egy, de például nem jellemző. Azt gondolom, hogy talán, és ez majd nyilván kiderül a következő években, talán egy kicsit zeneileg a presztízse kezd átalakulni Európában, és egyre fontosabb az, hogy komoly szerzők írjanak dalokat, egyre fontosabb az, hogy olyan előadók jöjjenek, akik valóban értékesek, és valóban nem csak percemberkék, és egyre több olyan országot lehet látni, akik nagyon alaposan és nagyon komoly szakmai háttérrel kitalálják, fölépítik az egészet. A dalok, az előadók kiválasztása, azok a menedzselése, a szerzők, a zeneszerzők, szóval, és mi is ebben a sorba tartozunk egyébként. Tehát emlékszem, 2007-ben, amikor Ruzsa Magdival voltunk Helsinki-ben, akkor csak pislogtunk, és nem tudtuk, hogy mit csináljunk, és az egész hogy működik. Mi televíziósok is megtanultuk azt, hogy hogyan tudjuk segíteni azokat a produkciókat, akik kikerülnek ide, mi az, amit mi hozzá tudunk adni, hozunk ki szakembereket, rendezőket, akik segítenek színpadra állítani, van egy csomó tapasztalatunk, amit át tudunk adni, és azt gondolom, hogy ennek mindig megvan a haszna. Tehát például idén is kint volt itt egy szakember, egy televíziós szakember, aki segített a színpadképben, a kivetítésben, mindenfélében. És úgy vettem észre, hogy itt a helyi béli kollégák, akik csinálják a közvetítést, és örülnek neki, hogy kapnak impulzusokat, és szívesen dolgoznak együtt azok az országokkal, akiktől látják, hogy ők szeretnének valamit, vannak ötleteik, avval ők is könnyebben, meg hamarabb dolgoznak, akkor ők is szívesebben állnak bele a munkába. Szóval azt érzékelem, hogy rajtunk kívül sok ilyen ország van, és ez nyilvánvalóan a színvonal emelkedését hozza magával. Hogyha már a színvonalat és a magyar produkciót hoztad a képbe, szerinted Bogi produkciójának hol a helye a mezőnyben? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, és igazából azt hiszem, hogy a végső sorrend sem feltétlen árulkodik arról, hogy hol van a helye. Az biztos, hogy egy olyan dalt hoztunk ki, amire lehet emlékezni. Van, aki nagyon szereti, van, akinek nagyon nem jön be, de nem langyos ez a történet. Ezért volt idén néhány olyan dal, javarészük már nincs itt a döntőben, amire nem is, már nem is emlékszel, már semmit nem tudsz bele fölidézni. Az egész egy ilyen kis langyos, közhelyes valami. Az egész biztos, hogy a Bogi dala nem ilyen. És én azt gondolom, hogy ez nagyon jó. És függetlenül attól, hogy hány pontot fog kapni, ez a dal akkor is valamilyen. Emögött van gondolat, van koncepció, van egy elképzelés, nem csak oda van dobva a színpadra valami, aztán essünk rajta túl gyorsan. És azt gondolom, hogy ez az igazán fontos. Viszont a saját országunkra nem szavazhatunk, te kire szavazni? Hát nekem a svéd a kedvencem, nagyon sok jó dal van, és azt gondolom, hogy nagyon szoros lesz a verseny. Igazán meglepne, hogyha mondjuk 5-10 fordulóval a vége előtt már eldőlne, hogy ki lesz a végső győztes, de nálam a svéd az első. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dal, fülbemászó dal, a fiú, aki előadja, nagyon illik hozzá, jól is énekel, jó énekes, jó előadó, és hozzá van egy olyan színpadi gag, egy olyan színpadi ötlet, amire tényleg fölkapja az ember a fejét. Tehát, ha minden szegmensét nézem egy ilyen produkciónak, az énekes, a színpad és a televízió szegmensét is, akkor azt gondolom, hogy ez a legkomplexebb, és én azt gondolom, hogy ez a dal fog nyerni.